Kedves nézők, örömmel köszöntöm Önöket ma itt Izrael földjén. A mai előadásban egy rendkívüli jézusi gyógyításról fogunk szólni. Isten hozott János. Békessége. Minden jézusi gyógyítás rendkívüli. Az elmúlt alkalommal ugye megvizsgáltuk, hogy hogyan Jézus hatalmát, hogyan lecsillapította a viharc. Átmegy a túlsó partjára, és itt egy nagyon különleges esettel találkozik Jézus. Miről van szó? Hát itt a gadarai megszállottakról van szó. A Biblia leírja, hogy milyen tünetek kísérték ennek a két embernek az életét. Ez nagyon megrendítő. Nem voltak hajlandók otthon lakni. Volt lakásuk, de lakásban ők nem laktak. Sírboltokba laktak. Hát ez magában egy megrendítő dolog, hogy sírboltokba laktak. Aztán, hogy nem vettek magukra ruhát, mezítelenül jártak, rátámadtak az emberekre. Aztán volt, amikor megfogták őket, lekötözték őket, azokat meg leszaggatták, azokat a bilincseket. Hát valami egészen félelmetes dolog ez, ugye már úgy mondanánk, hogy elmeháborodottak, elmebajosok. Na de hogy lesz az ember ilyen rettentő helyzetbe, hogy kerül bele az ember? Nagyon sok kérdésünk lehet, hiszen nagyon sok betegség volt akkor is a világon, ma még több van, de valahogy mindannyian az elmebetegségeket tartjuk a legfélelmetesebb betegségeknek, mert hát az megbénítja az egész embernek az életét, és két ilyen ördöngőssel találkozott Jézus, és Jézusra is rá akartak támadni. Nem tudom, hogy te voltál úgy, hogy kutyák rád támadtak? Persze. És mit csináltál, amikor rátam? Hát követ ragadtam rögtön. Követ. Hát engem úgy tanítottak, hogy akkor meg kell állni határozottan, és mondjuk erőteljesen rá kell kiabálni. Jézus azt tette, hogy megállt, és felemelte a kezét. És ahogy Jézus így ilyen határozottan, de szelíden megállt parancsolt, ők is megálltak. Most ezek az emberek jószerivel nem tudtak önmagukról. Azért is különleges, hogy mondtad, hogy különleges gyógyítás, mert általában a gyógyításoknál ugye a 12 éve vérfolyásos az, hogy akar gyógyulni. Keresi voltak, akik Jézust. Keresték, akik kutatták, felkutatták, utána mentek, de ezek az emberek, úgy mondjam, most váratlanul szembesültek egy valakivel, aki egészen másképp viszonyult hozzájuk, mint a környék, mint a lakosság. És Jézus megáll, és megállt parancsol. És Jézus aztán szól, mert ő nagyon jól tudta, hogy ezek az emberek megkötözöttek. Tehát nem tudnak magukon segíteni. Nem urai önmaguknak. Azt se tudják, hogy kik. Hogy kik ők. Hát kik ők. Minden embernek van bizonyos én tudata. Én egyszer találkoztam egy emberrel, aki kamion balesetbe megsérült, és elveszítette az én tudatát. És több hetes kómából felépülve a felesége mind a mai napig úgy szolgálja ki, mint egy kisgyermeket. Tehát létezik, föl kell reggel, felöltözik, leül regezi, de nem tud önmagát, nincs én tudata. De hol volt az a négyzetcentiméter hely, ahova Jézus oda tudott férkőzni az ő lényükhöz? Hol volt az a kis terület, ahol Jézus meg tudt őket szólítani, mert ők nem tudtak beszélni sem, ki válaszolt helyettük, az válaszolt helyettük, aki megszállva tartotta őket. A démonok. Na most azt vassuk a Szentírásba, hogy és ime kiáltanák mondván a Máté 8.29-ben, miközünk te veled Jézus Istennek fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Mit akar ez a kijelentés, János? Hogy idő előtt megítélj bennünket egy más fordításban. Tehát egy nagyon jelentőségteljes mondatot olvastál fel, mert egyrészt ez az ember nem volt ura önmagának, tehát akik szóltak, az nem ő volt. Igen. Ezek a démonok voltak. Másrészt meg ezek a démonok nagyon pontosan tudták azt, hiszen Jakab levelében olvassuk a Szentírásban, hogy az ördög és a démonai mindent tudnak az Istenről, hiszen a közeléből jöttek. Tehát hisznek le. Az Istenben, Isten létezésében. Hát hisznek, sőt nem, hogy csak hisznek, hanem még rettegnek is tőle, még félnek is, mert tudják, hogy rossz úton vannak. És hogy idő előtt meggyötörj engem, hát ők pontosan tudják, hogy ők verességre vannak ítélve, ők a nem létre vannak ítélve, kegyelemből kapnak most időt. 6000 éve kegyelemből kapják az időt. És
érezték a végüket, érezték, hogy ebből az emberből ki kell menniük. És ahogy Jézus egy példázatában is mondta, a kisepert ház példázatában, hogy a démonok nem szeretnek magukba lenni. Mit kezdjenek magukkal? Őnekik az alapelemük a rombolás. Tehát ők mindig valamibe akarnak lenni, valakibe is valamibe, hogy azt szétrombolják. Nem akartak ők kimenni, illetve légüres térbe nem akartak kimenni. Ezért kérték, hogy Jézus őket egy disznó nyájba űzze ki. És az a disznó nyáj, mint egy 2000 disznó, aztán bele is veszekedett ide a Genezáreti tóba, mert ők nem tudnak egyedül lenni, víztelen helyeken járnak, és nem tudnak egyedül lenni. Jézus tehát, amikor szólt és kiűzte a démonokat, hozzásegítette ezt az embert, hogy újra visszanyerje az önmaga feletti uralmat. Ez nagyon fontos dolog az életben, hogy az életünket mi tudjuk alakítani. Ha nincs uralmunk magunk fölött, akkor tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint itt egy száraz fahasában, mint ide-oda lehet rugdosni. Aki olvassa a Bibliát, és az elejétől fogva olvassa a Bibliát, fölteszi a kérdést, hogy mikor veszítette az ember azt a szabadságát. Ugye a Biblia 4. fejezetében olvasható, hogy Isten kérleli Kaint, hogy a bűn az ajtód előtt heverészik, ugrásra készen heverészik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Most, amikor az ember beengedi az életébe a bűnt, és attól fogva egészen odáig, amit az ördöngősöknél látunk, senki nem tudja kiszámolni, hogy mekkora út vezet, és milyen szakaszokon keresztül vezet ez az út. Van ember, aki nem tud uralkodni magán, mint mondjuk Kain, nem tudott uralkodni az indulatán, egyszerűen a testvérét megölte. Volt olyan, mint Saul, nem tudott uralkodni önmagán, elmebeteg lett. Volt olyan, aki szintén nem tudott uralkodni önmagán, és felakasztotta magát, ez Júdás. De különböző fokozatai vannak, még hívő emberek életében a megszállásnak? Is előfordul. A megszállásnak, tehát igen. Még egyszer, itten hadd kérdezek rá. Tehát az ember, aki nem tud magán uralkodni, az azt jelenti, hogy meg van szállva bizonyos mértékben? Igen. Tehát egy ilyen ördögi lélek ugye őt uralja? Igen, mert Isten, ha Isten ural bennünket, az békességet, nyugalmat. A Szentlélek ural bennünket. Van kétféle uralom van. A jobb oldali ajtót is kinyithatjuk, akkor a Szentlélek jön. De hogyha a bal oldali ajtót nyitjuk ki, ott aztán nem tudjuk kiszámítani, hogy kinél milyen bennünk. Mélység. Igen, hogy mennyien szállnak be. Hát itt is egy légió, ugye a római korban 5-6 ezer ember volt egy légióban. Tehát ez egy iszonyatos, hát lehet mondani valóban, hogy elég egy is, vagy kettő is, hát akkor 5-6 ezer mit csinált? Hát mit csinált? Ilyen ördögi lélek, hát na jó, de ez elég mély pontán. Ez mutatja azt, hogy mivé lett volna az emberiség, ha Isten engedte volna a közben járó szolgálat nélkül, engedte volna, hogy minden embert így szálljon meg a gonosz, ez akkor az egész volna. Emberiség ilyen emberekből állna. Egyébként ma látjuk néha ennek a nyomát, hogy a világnak különböző pontjain olyan megszállottságok vannak, hogy egy gyerek bemegy és mondjuk lelő 10 embert vagy 20 embert, ez egy közösséges megszállottság, hogy ennyire nem tud uralkodni magán. Tehát ha Isten engedte volna azt, amit az ördög bebocsátatást nyert ide a földre, és mi beengedtük a mi világunkba. És a mi életünkben ugyanakkor? Így van, akkor hogyha ezt Isten vég nélkül engedte volna, mindannyian a gadarénusoknak az állapotára jutottunk volna. De ez az ember, hogy visszanyerte az önmaga fölötti uralmát, egyből Jézussal normális, közreműködő viszonyba jutott. Mert az biztos, hogy ő nem kérte Jézust, nem is tudta volna kérni, Jézus jött hozzá. De abban a pillanatban, amikor Jézus feloldozta, rögtön kéri a közreműködést, tehát nem mond ellent ez a gyógyító hitnek, a megtartó hitnek, mert annyira kéri a közreműködést, hogy az ember követni akarja Jézust. Ez nagyon érdekes, János, és ez jó hír számunkra, és azok számára, akik ilyen helyzetben vannak, vagy hasonló helyzetben találtatnak, hogy azért ugye van két csoport, aki keresi az Istent, és Isten válaszol. De van olyan csoport, aki nem tud magán segíteni, és azt is Jézus meglátogassa, és annak is Jézus segítséget nyújt, erőt igen. nyújt, abból kiemeli tulajdonképpen. Itt a Márk evangéliumában azt olvas 5. részében, miért kér, 10. vers, és igen kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Miért kérték ezt az ördögök?
Tehát most mit kérdeztél? Hogy igen, tehát itt a Márk 5.17-ben ugye a legió, vagy az ördög, aki benne van ebben az emberben, kéri azt a 10. versben, és igen, kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Igen, ők megszokták. Miért ragaszkodtak arra a vidékhez? Ők megszokták, ők jól érzik magukat. Ne felejtsük el, hogy a démoni világ, amit mi el se tudunk képzelni, a gonoszságban érzi jól magát. Ez ugyanolyan, mint hogy egy bűnbanda, egy haramia csoport megszokott egy bizonyos környezetet, egy alvilági környezetet, ő itt akarja űzni a mesterségét, itt akarja tenni a dolgait, tehát ő neki ez a kényelmes, ő nem akar máshova menni. Mivel légüres tér nincs, és oda nem is lehet elűzni, ezért Jézus egy olyan csordába űzi őket, amely csorda csak a 10 város környékén volt kenyérkereseti lehetőség, mert a zsidók disznókat nem tartottak eladásra. Ők görögök ezek voltak. Másfajta emberek. Hát Nagy Sándor, amikor görögök visszavonult a hadjáratai során, különböző kolóniákat alapított, és itt a Genezareti tóvidékén nagyon sok görög letelepedett, és azért nevezték ezt görögül Dekápolisznak, mert ez 10 város volt, 10 városban görög telepesek voltak, és a görögöknél nem volt tiltott a disznótartása, a zsidók a disznó csak hulladékot, felemésztő állatként vették számba. Itt azonban eladásra tenyésztették, és ebbe a hatalmas disznó csordába űzte Jézus a démonokat. Aztán jöttek persze a disznó pásztorok, és akkor elmondták a tulajdonosoknak, meg a lakosoknak, mindenki kicsődült arra a helyre, és ugye választani kellett, minek örüljenek, annak, hogy két emberből rendes ember lett, vagy annak, hogy megsemmisült ez a disznónyáj. És ez ugyanolyan, mint a Jónás könyvében, hogy Jónás nem tudott örülni a Ninive megváltozásának, ami azért búsult, hogy a tök levelei leszáradtak. Itt is az emberek nem annak örültek, hogy két emberből, aki szinte nem is volt ember már, hát ember lett belőle, nem ennek kellene legjobban örülni? Hát ennek kellene a legjobban örülni. És ehelyett pedig amiatt buslakodtak, hogy micsoda gazdagság ment itt tönkre. Tehát többre értékelték a pénz, meg a vagyok. Többre. Mint na de a lehetőség. Ma is így van a hétköznapokban, hogy egy ember mondjuk megváltozik, és akkor az emberek újonganak, örülnek. Jézus azt mondta, hogy a mennyben nagy öröm van egy megtérő bűnösen is. De az emberek sokszor nem erre figyelnek, hanem azt mondják, hogy ez most előnnyel jár, ez most haszonnal jár. Hát nehogy nem járt haszonnal, sőt veszteséggel jár, ezért kérték Jézust, hogy menjen el arról a vidék. És érdekes, hogy Jézus engedelmeskedett nekik. Jézus soha az emberi szabadság ellen nem tett semmit sem. Jézus, amikor azt kérték, hogy terhes a jelenléte, menjen el innen, hát Jézus elment. És nagyon érdekes, hogy volt egy ördöngős a kettő közül, aki nagyon akarta őt követni. De Jézus nagyon jól látta, hogy nem lenne jó, hogyha őt követné, hogyha kivonná erről a területről. Azt kérte tőle, hogy maradjon itt, és beszéljen ezeknek az embereknek, hogy ő hol volt, miben volt, hát ezt úgy is látták, de ez belülről elmondva, hogy ő miből emelkedett ki, tegyen bizonyságot. És tehát az első ízben János Jézus arra kérik, hogy távozzon el is megy Jézus, tehát nem akarják Jézus, semmiképpen nem akarják, mert nem tudják elfogadni Jézus semmiképpen. Szerintem nem voltak felkészülve erre egyrészt. Másrészt, mennyire fantasztikus az a tény, hogy Jézus még ad egy est ezeknek az embereknek. Azt parancsolja a meggyógyult ördöngösnek, hogy menj és mondd el, beszéld el, amit veled az Isten tett. Visszatért mégis erre a földre? Jézus visszatért ide, és akkor több napig ott is maradhatott közöttük, és ez valóban csodálatos, hogy Istennél soha nem egyszerre zárul le a lehetőségek kapuja. Ez fantasztikus. Gondoljuk meg, hogy Jézus is, amikor meghozza az áldozatát, ami elég nyilvánvaló, 3,5 évig készül rá, és mindenki láthatja, bevonul Jeruzsálembe nyíltan, pálmaágak lengése között, de miután megölik őt, azután is kapnak még ugyanúgy 3,5 évet. A zsidó népnek még 3,5 évi kegyelemidő van, és az apostolok csak őnekik hirdetik. Nem mehetnek el még görög lakta vidékre, a római birodalom más tartományaiba. Tehát Istennél nincs olyan, hogy most, mint a görög mitológiában, hogy a párkák fogják az olót és elvágják a sors vonalát, és amikor elvágnak valamit, akkor vége van. Nem. Isten ad még egy lehetőséget,
ez az ördöngös beszél még nekik, utána Jézus visszatér, és akkor még Jézus is beszél nekik. Szóval csodálatos az Isten megmentő kegyelme, hogy ő nem akarja elhagyni az embert. Azt mondhatnánk, hogy Isten kezéből szinte lehetetlen kiszakadni. Hát akkor hogy szakadnak ki az emberek? Úgy, hogy kitépik magukat. Mert az Isten, ahogy mondja a Biblia, magáévá fogadja az embert. És aki magáévá fogad, az így átöleli, és így magához szorítja. Innen csak kitéphetjük magunkat. Ezért nagyon könnyű Istennél maradni, mert Isten így vár bennünket, így szorít magához bennünket. Aki Isten közelségéből kikerül, vagy eltávolodik, az sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy valahogy maga-maga akarta a bajt, maga-maga kívánta kiszakítani magát, mint mondjuk a rossz gyerek, amikor tudja, hogy az apja, anyja védi meg, de akkor is kiszakítja magát, és odaszalad az úttestre, ahol aztán el is ütheti az autó. Ez egy óriási csoda volt ennek az embernek az életében. Nem is várta ezt, nem is tudta kérni ezt. János, mi van azokkal, akik nem tudnak magukon segíteni? Hogyan keresi fel őket az Isten? Hát ugye az élet egyik legnagyobb megpróbáltatása mindannyiunk számára, amikor látunk vízfejjel született embereket, Down-korral született embereket, súlyos testi fogyatékosság, azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan hátrány, amit soha nem lehet behozni, vagy ha én így születtem volna, tehetetlen ember lennék. És én erre a Bibliában egy verset találtam összesen, mert nagyon nagy titok azért ez, hogy mi van a sérült, vagy magukról nem tudó emberekkel, és Ézsaiás könyve 45. fejezetében olvastam azt az igét, hogy az én kezem munkáit, az én kezem csinálmányait, bízzátok csak én rám. Biztosak lehetünk, hogy Isten azt a sok hátrányt, amivel egy ember a világra jön, azt valamilyen módon ellensúlyozza, tehát kiegyenlíti. Hogy ez hogyan teszi, hogy belül mit ad annak az embernek, mert Isten a szívek és vesék vizsgálója, a Szentlélek belülről tud megközelíteni. Mi csak azt látjuk, amit az a szemünk látása szerint látunk, fülünk hallása szerint bíráskodunk. De a Jóisten a szívek és vesék vizsgálója, hogy ő belül milyen erőt tud adni embereknek. És számomra még van egy nagy, még ennél is nagyobb megpróbáltatás, amikor valaki felnőtt korban, tehát amikor már értelmes életet élt mondjuk 10-20 évig, akkor éri egy baleset, akkor éri egy betegség, bezárul előtte a világ. Van Ápri Lajosnak egy nagyon szép verse, az a cím, hogy Bartimeus. És a vers arról szól, hogy ez a jerikói vak, amikor visszanyerte a szeme világát, és önmaga mondja el, hogy ez hogyan is történt, hogy Jézus hogy közeledett feléje, és azzal fejeződik be a vers, hogy mi lenne akkor, hogyha ismét visszahullanék a sötétségbe, ismét nem tudnék semmiről, mert bezárulna a világ. És úgy fejeződik be a vers, hogy akkor se lenne baj, anyám, édesanyjának mondja el ez a vak, mert láttam őt. Mert láttam őt. Tehát megérte. Tehát, hogy Jézus hogyan közli magát egy emberrel. Hogy Jézus hogyan férkőzik hozzá egy ember szívéhez. Ez Jézusnak és annak az embernek a titka, de ezt is valóságban Jézus tudja inkább, és nem az az ember. De látunk olyan betegeket, olyan sérülteket, olyan szívszorítóan nehéz helyzetbe kerülteket, hogy azt mondjuk, hogy lehet ezt kibírni, vagy hogy lehet így egyáltalán élni. És olyan békességük van, olyan nyugalmuk van, hogy még ők tanítják a környezetüket. Jézus itt is csak egy ilyen csodát tett. Hát hány elmebeteg volt abban az időben? Mint Dávid is azt mondta maga korában, hogy illetve Dávidról mondták, amikor ugye folyatta a nyálát és elmebetegnek állította be magát, és akkor azt mondta Lákis király, hogy hát van elég elmebeteg az én országomban, elküldöm, nem kell nekem az ilyen ember. Ma is azt lehet mondani, hogy állítólag már a nyugati világban minden negyedik ember sújtott valami idegi, elmebeli problémától. Minden negyedik ember sújtott ilyen. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ha sok a vak, sok a sánta, sok a szív- és érrendszeri beteg, de mennyi betegség lehet, ami az agyat támadja meg, az ember legértékesebb részét. De Jézus nagyon közel van hozzájuk.
ebbe tudunk megnyugodni, hogy ő a kezei munkáit, a kezei csinálmányait, azt nem ránk bízza. Mindenben nem mutatott nekünk bepillantást, nem látunk bele minden dologba, de az lenne a különös, hogyha mi a Földön mindenbe beleláthatnánk és mindent megérthetnénk. Ez a fizikális része. Mi van akkor, amikor valaki lelkileg jut olyan helyzetbe, hogy nem tud magán segíteni? Tehát mondjuk, ha valaki depresszióba esik, vagy... Csüggedés, vagy a... mély csüggedésbe. Azt tudjuk csak mondani, hogy ilyenkor én azt szoktam tanácsolni az ilyen betegeknek, hogy hagyják azt, hogy Jézus szeresse őket. Ne gondoljanak semmivel. Nyugodjanak meg, és maradjanak ott az Isten közelében, maradjanak meg a vigasztaló és békét adó Istennek a közelében. Hagyjuk, hogy szeressen bennünket az Isten. De ez ugyanúgy igaz miránk viszonylag épp emberekre is, bár mindannyian betegek vagyunk, hogy sokszor be kell érnünk azzal, idézőjelbe teszem, be kell érnünk azzal, hogy hagyjuk, hogy az Isten szeressen bennünket. Ne gondoljunk semmivel, ne gyötröljük magunkat, ne vádaskodjunk, ne másokra mondjuk, hogy nincs segítségem, azért nem tudok bemenni a vízbe. Hagyjuk, hogy az Isten szeressen bennünket, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg tudja őrizni a mi szívünket Jézus Krisztusban, és a gyógyító erő majd kisugárzik belőle. De ez megint az Istennek a végére mehetetlen titka. Sok utolsókból lesznek elsők majd a mennyek országában, és sok magát nagyon egészségesnek tartó emberből utolsó lesz, mert valójában nagyon beteg volt. A betegség is megtanít arra bennünket, hogy hagyatkozzunk a jó Istenre. Ez nem könnyű, János. Igen, mert az ember akarja mindig megoldani a dolgokat, de én azt gondolom, hogy ehhez is segítséget kapunk. Az se könnyű, hogy amikor az állatokra odaadják az igát, mert először úgy érzi az állat, hogy az nehéz, hogy az most miért kell, hogy az ő nyakán legyen. De amikor aztán szánt és megy a munkába, akkor érzi, hogy ez sokkal könnyebb, mint hogyha enélkül csinálta volna. Valahogy a gyakorlat azért minden embert rávezet arra, hogy fogadjuk el azt, amit az Isten az életünkben megenged, és vállaljuk úgy, hogy az ő segítségével. A hinni annyit jelent, hogy nem magamban hordom a terheket, hanem tudom azt, hogy valaki segít nekem hordozni, és én rábízom magam. Tudom, hogy ez a rábízás is nagyon nehéz, mert az emberi világban ki az az ember, akire rá tudod bízni magadat? Tökéletesen senkire sem. De Isten mégis ezt kéri tőnk, mert ő más, mint az ember. Ő rá tökéletesen rábízhatod magadat. Ott nem lehet félelmet, hogyha az Istenre bízod magadat olyan sérült, fogyatékos, beteg állapotban, akkor a este bánat száll be hozzád, reggelre öröm. Megfoghatatlan csoda, este még kedvetlen vagy, szomorú vagy, reggel más, egészen más hangulatod. Én azt gondolom, hogy ezt minden ember átéli, de az, aki önmaga erejéből akarna kijönni, az olyan, mint a mocsárba levő ember, hogy mennél jobban törekszik, annál mélyebbre fog süllyedni. Hagyjuk azt olyan állapotban, amikor nem tudunk mit tenni, a legnagyobb bölcsesség, a legnagyobb engedelmesség, hogy akkor ne tegyünk semmit, hagyjuk, hogy az Isten tegye azt, amit tenni fog, és a csoda nem fog elmaradni. Kedves nézők, köszönöm, hogy figyeltek ma. A tanács az számunkra is érvényes, mint akkor volt érvényes. Bízzuk az Istenre a mi életünket. Viszontlátásra!